Szili Katalin. Kati, hogy telnek a napjai mostanában? Hát jól is és rosszul. Jól amiatt, hogy sokkal több időt tudok fordítani olyan dolgokra, ami inkább a gondolkodást, az elmélyülést jelenti, hiszen készülök most arra, hogy ősszel jelenjen meg egy kötet arról, hogy az elmúlt 30 évben a Kárpát-medencében mit tettünk az autonómia kérdéskörében, milyen kezdeményezések voltak, európai szinten. Ami viszont rosszabb, az pedig az, hogy a szüleim és a gyerekek távol vannak. Szüleinket mi látjuk el a férjemmel, mi vásárolunk be nekik. A gyerekekkel viszont FaceTime-on és Skype-on tartjuk a kapcsolatot. Ez érzelmileg annyiban jó, hogy naponta sokkal többször beszélünk, mint egyébként normál időszakban, viszont a fizikai távolság az, ami rosszabb. És hát van egy unokám, aki 22 hónapos, éppen most lesz 26-án 22 hónapos, és azt sajnálom, hogy közvetlen közelről csak FaceTime-on láthatjuk azt, hogy hogyan kezdett el csacsogni, és naponta hogyan fejlődik. Kati, a többi beszélgető partneremtől azt szoktam kérdezni, hogy ugyan már miért csatlakozott a Székely kezdeményezéshez, de hát öntől nem ezt kell kérdezem, hanem valami olyasmit, hogy Kati, miért dolgozik már nagyon-nagyon hosszú hónapok óta olyan nagyon sokat azért, hogy ez a kezdeményezés, ez sikerülhessen? Hiszen ön nagyon sok munkát és energiát fetszölt ebbe a történetbe. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy sikerüljön, hiszen sokan azt mondják, hogy van egyfajta polgári kezdeményezés fáradtság, idézőjelben mondva, hiszen az előző kezdeményezés, ami ugye mostanában került a bizottság elé, de egy évig volt már ez a Minority Safe Pack, az aláírás gyűjtés, ahol 1.300.000 aláírás sikerült összegyűjteni. És most ez a következő forduló, ahol viszont egy általam úgy fogalmazott, sokkal erősebb kezdeményezés kerülne az európai intézményrendszer elé, hiszen ez önmagában azzal, hogy egy finanszírozási modellt állítana fel, ez lehetőséget biztosít arra, hogy gazdasági szempontból tényleg már önállóan próbáljanak meg a különböző közösségeink Székelyföldön, Csallók közben, vagy sorolhatnám tovább, ott, ahol önállóan és tömbben élnek, a saját sorsukról dönteni. Úgyhogy az egyik, amit fontosnak tartok, hogy ez nincs ellentmondásban, és nem versenyez a Minority Safe-ekkel, ők ketten nagyon jól kiegészítenék egymást, és éppen ezért tartom fontosnak, hogy ez sikerüljön. A másik, ami miatt fontosnak tartom, hogy idén a nemzeti összetartozás éve van, viszont ez egy furcsa nemzeti összetartozás éve ezzel a pandémiával vagy járvánnyal, ami kialakult a világban, ami egyrésztről lehetőséget biztosít arra is, hogy a gyakorlatban megmutassuk azt, hogy mi tényleg összetartozunk. És mi lehetne nemesebb, mint az, hogy ebben a nemzeti összetartozás évében éppen a június 4-ig terjedő időszakban a gyakorlatban mutassuk meg, hogy összetartozunk, fontosak a közösségeink, és hát tényleg egy percet áldozunk arra az életünkből, hogy most, amikor sokkal többet vagyunk otthon, picit lelassult az idő számunkra, hogy támogassuk a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. A 21. század Európája egyetlen egy dologról szólhat, mégpedig a nemzeti összetartozásról, a nemzetek Európájáról és azokról a közösségekről, akik sajnos határon kívül rekedtek a saját hibájukon kívül. Én hibásnak tartok minden olyan gondolatot, amit mások Európában, főleg most a vírus kapcsán egy egységes Európa irányába történő elmozdulásként értékelnek. Nem ez a jövő. Éppen ezek a napok, ezek a hetek, hónapok láthatják azt, hogy egyszerűen a közösségek Európájáról lehet csak és kizárólag szó a jövőben. Ennek viszont függvénye az, hogy ezek a közösségeink megfelelő gazdasági háttérrel rendelkezzenek. Ehhez a legjobb az, hogy a nemzeti összetartozás évében, közeledve június 4-éhez,
a 100 évvel a hátunk mögött egy új lendületet adjunk, és nem múltba fordulunk, hanem egy új lendületet adjunk Európának, a magyar nemzetnek, és annak a közösségnek, akikkel az elmúlt 10 esztendőben igazán nem csak lelkileg, hanem gazdaságilag is összefordulunk. Kati, arra kérném, hogy mondjon valamit azoknak, akik most interneten követik ezt a beszélgetést, üzenjen a követőinek, és kérje meg őket, hogy írják alá a kezdeményezést. Én kérek mindenkit, hogy egy aláírással segítse azt, ami nem csak a közösségeink, hanem a magyar nemzet és Európa jövőjét is jelenti. Adjon ön is egy új lendületet ezekben a napokban a magyar nemzeti közösségeinknek, Európa nemzeti közösségeinek, akikről egyébként, valljuk be őszintén, az elmúlt esztendőkben Európa megfeledkezett. Írd alá!